Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Ismét egy új smink különlegességet hoztam nektek. Ha érdekel bennetek, tartsatok velem! Itt van Aramis, a macska, a kicsi csücsika, mindig belemegy a képbe, és este rosszalkodtunk, igaz? Na menjünk kicsinle! Na kezdjük! Tehát ugye a szokásosan én már primerrel bekentem az arcomat, és ugye most kezdődik az alapozás, a Pierre René professzionális hasonlóképpen, ahogy megszoktuk, ugye én ezt használom. Szépen eloszlatjuk az alapozót, nem csak az arcon, hanem a nyakakon is. És próbálok most egy olyan sminket mutatni nektek, ami bármilyen alkalomra nagyon jól szokott alkalmazkodni. Ugye a kermex, amit nagyon imádunk. Bekenem vele az arcaimat. Hova tettem? Kontúrozás következik. Ugye ezeket a területeket szeretnénk kiemelni.
és ugye ilyenkor használjuk ugye a kontúrt a szem alatti rétegeken, az orrát, ha ezzel meg vagyunk, akkor utána jön az egész arca fixálása. És most jön a szemöldök formázás, a különlegességünk. Szépen egy eloszlatjuk, kitöltjük a hiányzó szálakat. Ide egy világosabb színt viszek fel. Most belemártom a feketébe. Water through a body in the county jail.
festival. Aramis, fejezd be! A macskám nagyon jól áll van. Tegnap este volt egy kis incidensünk, úgyhogy minden tönkre tenne, ha lehet. Annyira rossz. De hát el van kényeztetve, mert egyedüli macska. Felviszünk egy kis barnát. Ide egy kis alapot. Egy kis rossz volt. Thank you.
és ide is felviszik a rose goldot. Egyébként az új begyeddel is fel lehet. De jobb szeretem ecsettel. És akkor satírozzuk. Egy kis barnával, amit ugye utólag már beletettem, mármint az előtt. És akkor, bocsánat, egy kicsit ide felviszek, világosabbat, egy ilyen drap árnyalatszerűség egyébként, de mindjárt viszek még világosabbat fel. Találom azt az ecsetet, amit akarok. She took my reason for living. She took my smile. Egy ilyen ecsetet. Lesöpörjük a feleslegel. Ide is Hello mindenkinek, sziasztok! Az előző videóm megszakadt, úgy láttam, hogy nem tudtam felvenni minden egyes részt a sminkből, úgyhogy most utólagosan szeretném ezt hozzácsatolni. Tehát ugye, amikor felvittem a mozgó szemhéjamra a sminket, akkor utána egy tusvonalat képeztem, mint ahogy látjátok, ugye a tusvonalat, és akkor a rimmertől ezt a matra száradó rúst tettem fel az ajkaimra. Tehát itt jól látjátok, úgyhogy ezt mindenképpen még szerettem volna elmondani, és akkor ugye látjátok, hogy ilyen lett a smink. Úgyhogy bátran ajánlom nektek, próbáljátok ki,
hát ha el tudjátok sajátítani mindenképpen ezt a dolgot, és hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjátok meg. További szép napot kívánok nektek! Sziasztok!